Üléseztek a bizottságok, holnap ismét közgyűlést tartanak a városatják, mint ismert a képviselők módosították a munkatervet a június 27-ei tanácskozáson. Ennek értelmében 13 nap után újra összeülnek a frakciók. Akár csak a júniusi közgyűlésen, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság mai ülésén is vitát hozott a Tungsra Mese Nagykanizsa 25 millió forintos támogatási kérelme. Volt olyan vélemény, amely szerint a klub fejőstehénnek nézi a várost. Károlyi Attila az éve önkormányzati képviselője annak adott hangot, hogy szerinte nincs kimondva az Egyesület konkrét célja, ami lehet a TAO pénzgyűjtés, a tao segíteni az utánpótlást, vagy szimplán csak a jelenlegi helyzet fenntartása. Farkas Tibor, a klub elnöke kifejtette, pár éve csak két csapata volt a klubnak, ma pedig már 250 gyerek szerepel náluk. A felnőtt férfi gárda versenyben van az NB1B-ért, míg a nők szinte csak kanizsai játékossal kiharcolták a bennmaradást az NB2-ben. Szerinte ez megfelelő anyagi támogatás mellett, kiegészülve a Kanizsa Aréna nyújtotta lehetőségekkel, olyan hátteret biztosít, ami alapján szívesen játszanának nb 1 b játékosok Kanizsán. A napi rend bekerült a közgyűlés elé, tárgyalni fognak róla a képviselők. Az OKISB saját hatáskörben döntött a Gábris Jácint bizottsági elnök által készített napirendről. A város kiemelkedő sport, kulturális és tanulmányi eredményeivel kapcsolatos rendelet célja, hogy a jegyző folyamatos sajtófigyelés által készítsen beszámolót az OKISB tagjainak ezekről a kiváló eredményekről, életművekről. Így az arra érdemeseknek a bizottság elnöke gratulációt fog közzétenni a város főbb kommunikációs oldalaim. A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság mai ülésén három napi rendről tárgyaltak nyílt ülésen a tagok. Egyhangulag döntöttek arról, hogy a baptista szeretett szolgálat népkonyhai szolgáltatást nyújthat szeptembertől két osztóponton Kanizsán. Az egyik Ligetvárosban lesz, a másik pedig az Rényi Miklós utca 42-ben. Ezeken a helyszíneken a szeretetszolgálat napi 50-50 főnek biztosít ingyenesen ételt.